Mellettem Varga Péter, aki a Volga Klub egyik oszlopos tagja, és elmondja, hogy mit kell tudni ezekről az autókról. Ez a második igaz barát találkozó. Ez egy meglehetősen hülye szóvic, amennyiben ugye a GAZ, Gorkovszki Automobilné Zavod, ugye ez a mozai szó jelöli a Gorki autógyárat, ahol a különböző kiváló járművek készülnek, úgy mint GAZ 14 kódjelű jármű, amiben ülünk, so-called Csajka. Ha támadni mellett, nem a gólya kellett el. Gorbacsov flottájában a vonatkozó legenda szerint. Egy picit kényelmes, nem? Ez hangfal, onnan irányítható rádió. Kicsit vodkatartó. Így van, fedeles vodkatartó. Légkondicionáló. Itt van a benzinbetöltés. Kihajtom. GAZ 14-es gépjármű elődje, az 1958 és 81 között gyártott GAZ 13-as Csajka. Államtitkárok, megyei pártitkárok, elnöki tanács, a Ponti Bizottság tagjai utaztak vele. Nem volt egyszerű a maszekoknak annak idején teherautót venni, ezért például zöldségesek, virágtermesztők erőszeretettel vásárolták egy 5500 köbcentiméteres, 8 hengeres jószág. Létezett légkondicionálóval felszerelt példány is. Hogy az első ülést nem lehet állítani, ugyanis ez nem a sofőrnek szánt autó volt, neki mélakus volt az osztály része, a hátulülők voltak a fontos emberek. So-called sofőrös autó. Egyik az ideológiai szembenállás ellenére nyugati, különösen amerikai mintákat vettek, lásd, fecskefarok és egyáltalán az autó dizájnja, amely az 1955-ös Packardnak a nem hivatalos másolata. Egyébként az alváza X rendszerű, a Cadillacből származik, a motor Chrysler, a váltó pedig General Motors származik. Volga M21. Aki érti, érti. Az egyik legnépszerűbb KGST oldtimer, az egyik legnépszerűbb szovjet veteránautó, kompromisszumok nélkül használható közlekedési eszköz. Most jöttünk fel vele Szegedről, az autó a 80-as, 90-es tempót gond nélkül tartja. Szolid fecskefarok, Shirai motívum, prima nosztalgia cigaretta. Július 12-én házasodtunk össze. Szegedi tésztagyár autója volt egyébként, kicsit sokat eszik, össze fog még jönni a 9 literes közúti fogyasztás. Nincs felújítva, kissé ütött kopott, ám hajlott kora ellenére rendkívül jó egészségi állapotnak örvend, és most én tulajdonlom, nagy örömömre. A klubelnökünk autója. 50 ezer forintot kóstált friss műszakival, friss zöld kártyával, részekkel tervek szerint jövőre indul a Budapest-Bamako rallin. Igyekszünk lebeszélni erről a tulajdonost, 7 személy szállítására alkalmas. Pedig itt van a vizeim, a repülős tudtam. Bevallom őszintén, nem mertem még soha fölvenni utcára, tehát most először próbáltam ki, kimentem ide az egyik áruházba ilyen műanyag kanálért, úgyhogy most bevállaltam ezt, de necces, tehát azért még mindig többen vannak, akik nem szeretik, mint akik igen. Voltak nekem korábban már autóim, volt egy Skoda Octaviám, ez a fecskefarkú, illetve kombim, csak kicsinek találtam valahogy, én mindig nagyobb autóra vágytam, és akkor lecseréltem őket, és vásároltam nem ezt, hanem egy fekete autót, és utána így többen jelentkeztek, hogy nekik is van, és miért ne legyen klub? Hát végül is így. Ugye én autókkal foglalkoztam, tehát eredeti szakmám szerint is már valamikor a 90-es évek elején ezt kellett volna, hogy csináljam, de aztán jött egy 180 fokos fordulat, és inkább a média felé fordultam. Napközben ülök az asztalnál, és gyártom azt a sok borzalmat, amit az út mellett láttok. Hétvégenként pedig megyek az autó alá, és taperolok az olajban, mert valahogy az kikapcsol és megnyugtat. Ez is egy felújítatlan eredeti autó, egyébként 1982-es évjáratú. Igyekszik a tulajdonos a szovjet felvezető autó mintának megfelelően dizájnolni a gépjárművet. Inkább olyanokat veszek észre, hogy az én irodám az a parlament mellett van közvetlen a Kossuth téren. Sokat járok be vele oda. Tehát én azt látom, hogy a turista először fotóz, megjelenik az autó, elfordul és fotóz. Tehát onnantól kezdve a parlament nem érdekel senkit, mert az képeslapon megveheti, ezt nem.
amikor előttem pont mondjuk zebra van, és állok egy lámpánál, nem mennek át az emberek. Megállnak a zebrán, nézik az autót, és ott ragad. Tehát őt aztán nem érdekli, hogy most zöld vagy piros, ő most nézegeti és sztorizgatnak. A Gazfickók nevű társaság, ők felelősek az ebédért és a vidám hangulatért. Egy 1983-as szovjet rendszám dízeleg rajta, ötsebességes gazella váltóval rendelkezik. Ekte ukránt. Mit csinál egy alelnök? Egy alelnök? Ebben a klubban? Általában nem tudom, mit csinál. Ebben a klubban az alelnök rendezvényeket és túrákat szervez. És akkor a elnök az mit csinál? Az elnök? Ő az elnök! Ne kérdezzünk ilyeneket! És hát hogy jött ez a volgamánia? Emlékszem, 1984-ben, pártgarázs, fekete autók piros belsővel. Azóta nem tudok szabadulni tőlük. Gaz 24-10, 1986-ban bevezetett variáns. A nagyapám testvére volt sofőr. Ja, értem. Itt a háttérben látható az egyik, az egyes számú. Klubunk egyik legtöbbet használt autója, idén abszolvált egy Budapest-Németország oda-vissza több mint 1600 kilométeres túrát. Jó, hát és az egyenruhán? Az egyenruhám? Hát ez az autentikus, aggassunk magunkra mindent, ami szovjet. Nekem tisztamultam, nem voltak még fasiszták se nálunk. Első szériás Volga M21-es motortere, korai vörös csillaggal ékesített hűtőrács. Ez egy-két évig készül csak. Már meg van fakulva, de még látványos ugrószarvas a motorház tetején. Ez az első két szériának volt a jellemzője. Igen, gyalogos barát megoldás. Az ütközés védelemre mondhatni kevés energiát és időt fordítottak a szovjet ártársak. Marha farokleves és birka pörkölt. Ki? Egy koncepciósan mattai részek. Hogy melyik autóval jöttön? Mióta tulajdonolja ezt? Ez 4 éve, de 4 darab van belőle otthon. Persze. Igaz a hír, hogy darabonként rakta össze? Igen, igaz, és még mindig keresek alkatrészeket is hozzá. És honnan lehet ilyet beszerezni? Van alkatrész hozzá, vagy ez egy nehezebb játék? Lehet találni alkatrészeket, mondják is, hogy mik hol vannak, de... Hát híradós autóval, amit cucc létezik, amit még éppen belefért, az benne van. Még vannak alkatrészek hozzá, mint a másik autóban alul lehet látni a... Ez egy fele csak, illetve negyede az egész autónak. Itt van a testük, az utántöltés, a pótaksi, minden rendszer. Mennyire nehézkes egy ilyen járművel utazni? Tehát nem túl kényelmetlen? Nem kényelmetlen, meg kell szokni a feelingje, van feelingje az egésznek. De gondolom a fanatizmusban ez még belefér. Benne van, nagyon benne van. Milyen motoron ül? Egy Simpson SR2-es. És ez a saját tulajdon? Nem. Az egyik barátom adta kölcsön. És önök készítik a kaját, ha jól tudom? Igen. Hogy mióta van Volga őrület, és hogy üveghangon lehet ezt művelni? Jó a kérdés, de elég összetett. A gyerekkoromban a szüleimnek, édesapámnak Volgája volt, zöldséges volt, és hát innen a Volga. És elég erős volt, tehát utánfutót lehetett hozzá kötni, tetőcsomagtalatot megpakolni, nagyon sokára lehetett vele szállítani. Na, de én azért szerettem bele, mert vezetni is nagyon nagy élmény volt. És mit gondol a Volga gyűjtésről? Hát gondolom, hogy ez is egy olyan, mint a egyéb ilyen Warburg Trabant, meg egyéb ilyen, nem? Hát egy kicsit költségesebb lehet. Aztán, amikor felnőttem, én is Volgát vettem, 24-es Volgán volt az első egy rövid ideig, aztán 31-02-es a szögletes lámpás, abból volt egymás után 2 is, de aztán elszállt fölöttük az idő, és egy korszerűbb autóra álltam rá. Aztán előbukkant belőlem később ez a Volga őrület, így akadtam rá a Csajkára, ami ugyan nem Volga, de a gaztermék, és hát mondjuk a Volgának a nagybátyja. Ez a 3111-es Volgához is a Volga őrületem vitt, ezt is egy német kereskedőtől vásároltam. És megérte egyébként? Nem. Takarékosságról itt nem beszélhetünk, modern dolgokról sem. Ugye ebből körülbelül 400 darab készült, prototípus, vagy hát ilyen tesztszériák, kis szériák készültek, de nem volt rá kereset az orosz piacon, és lemondtak a sorozatgyártásáról. Akkor tulajdonképpen mi értelme van? Mert a Csajkát tökéletesen megértem, de hogy akkor ez...
Hát, felteszem a kérdést, azt miért érti meg, és ezt miért nem? Én azért értem meg, mert hát ez egy klasszikus, igazi csodadarab. Ez pedig, ha jól értem, akkor egy... Igen, ám, de ez még ritkább. Tehát miért többet idővel, vagy mi a különleges, ami ritkább, vagy amiből több van? Hát, aki ezt csinálja, az nagy önfeláldozás, nem? Mert állandóan kiállításokat kell szervezni, nem? Hogy megtérüljön, meg ide lehessen jönni. Van poén barátunk ezerrel. Magyaráz, mutatja az autót, a csajkát, a kocka csajkát, az előbbi tulaj autóját. 84-es, ha jól emlékszem. Ez is török is Volga tulajdonosok? Nem, zsigulisok vagyunk. Egy hétig tartott, mire megcsinálták. Egy hét alatt. Szép teljesítmény. És mit gondol ezekről az autókról? A maga idejében biztos, hogy jók voltak. Hát, régiek az biztos. Hát gondolom, bizonyos fokig a valamikori amerikai technikát is valahogy látni bennük. De pusztán nosztalgia, tehát akkor nem venne ilyet? Hát ilyet, hogyha lenne rá pénzem, vennék. Ugye koromnál fogva egy kicsit nosztalgia soha nem volt. Egy Moszkvicson volt, azt láttam, mintha itt lenne valahol hátul. És tényleg még a kedvenc autótok itt? Nekünk? Na, tiéteken kívül természetesen. Hát, igen. Ezzel már mennél, hogy nekem a csajka a legrégebbi tetszik. Ma már ez szerintem ugye eleve az oroszok sokkal korszerűtlenebbeket gyártottak. Azt is még rosszabb minőségben is. Úgyhogy akinek mondjuk Zaporozsetce volt, talán az járt a legrosszabbul, nem? Egy szív, egy fél vödör benzin. Mert igazi kokuptojás ez a két BMW. Se nem szocialista, se nem gaz, se nem Volga, hogyha úgy. És akkor? Szeretettel meghívtak minket. Hogy mint ilyen társ, másik egyéb szervezet, esetlegesen a képviselője jönnek ide, és esetlegesen valamilyen testidegen dologgal reprezentálnak. Így vagyunk mi. Én azt a világért nem cserélnél egy BMW-t egy csajkára mondjuk. Ezt azért nehéz megmondani ilyen formán, mert a kérdező soha nem tudja, hogy az ember garázsában mi áll. Figyelj, én honvédségnél hajtottam UZ469-et, én szeretem. Szívem csücske, de nem cserélném el a BMW-re. Mióta járnak ilyen találkozókra? Hát, 1000 éve. Rutinusok vagyunk. Igen. Látszik! Benne vagyunk a levesbe. Benne vagyunk a levesbe. 50 000 a... jogdíj. Hoppá! Pirosát, kopipacs virága, megnősülök élet sokára. De pirosát, kopipacs virága, hogy megyém annyi zasztára. De várjál kicsit én még, de pirosan vagyok még. Mint 16 éves vagyok, szeretni még nem tudom. Gyere babám, karizsám lesz, az autót szerelni. Várjál kicsit én még. Nagyon nehézek volt a mai tárgyalások. Istenni a gumit? Hát olyan fekete a gumi, azért gondolom, hogy nagyon. Csak elmondám, a rendszáma ugyanaz a kép. Tudom, ez az enyém. Levennéd, mert... Ez képes lap. Képes lap. Nem mondod, ez egy képes lap, csak én vizének használtam ilyen valamit. Közlekedési múzeum, itt tudtam, ott lehet kapni. Képes lap, igen. Nem mondod. De is erről a kocsiról van. Uh-huh. Csak meg ott vannak a reluxák, a hátsó szélvédő. Aha. Sajnálom, tudom.
Szerintem elmentek másik irányba. Ez a kézifékes módszer, ez nagyon gagyi. Gagyi? Alig fog, érted, meg mindig rajta lenni, hogy bármikor, mikor fékezni kell. Hát, nem látok át rajta. Ez mit integye? Menjél már!